Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB november 4-i adásában, melyben a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumról tudósítunk. Rövid híreink között felhívjuk a figyelmet a megyei német nemzetiségi gálára, diszlexiával kapcsolatos szakmai előadásra és a Reguli Múzeum családi napjára. Kropf Milán Bakony Bélifa faragó mester tartott előadást a 3. Béla gimnáziumban, akivel megyénk motívumkincseiről is beszélgettünk. Magazinműsorunkban az Érc Annó naptár ünnepélyes bemutatásán készített felvételünket tekinthetik meg. Jó szórakozást kívánunk! Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot szervezett a Veszprém megyei rendőrkapitányság, melyen bemutatkozott Dékány Balázs rendőrezredes, megbízott megyei rendőrkapitány. Üdvözlök mindenkit! 2001 óta dolgozom igazából Érdemben rendőrség kötelékében, előtte a rendőrtiszti főiskolát végeztem el, bocsánat, évettem 1999 óta dolgozom, és budapesti rendőrfőkapitányságon kezdtem el bűnügyi nyomozóként a munkámat. Ez nem azt jelentette, hogy csak nyomoztunk, hanem ugyanúgy közterületi szolgálatot is rendszeresen elláttam. Majd ezt követően, amikor már ugye az alapokat megtanultam, sikerült felvételt nyernem a budapesti rendőrfőkapitányság életvédelmi osztályára, pestiesen fogalmazva a gyilkosságiakhoz, és ott dolgoztam majd 6 évet. Ezt követően kerültem a Nemzeti Nyomozó Irodához, ahol ugyanúgy leginkább erőszakos bűncselekményekkel foglalkoztam. Ezek a cselekmények általában a megye határokon átnyúltak, de természetesen más ügyekkel is kellett foglalkoznunk. Ezt követően a Nemzeti Nyomozó Irodától kerültem a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz, ahol majd 10 évet töltöttem, először a központi főosztályt vezettem az RSZVSZ igazgatóságon belül, majd ezt követően 3 évig igazgató helyettesként szolgáltam, és ezután kaptam azt a megtisztelő lehetőséget, hogy a Veszprém megye főkapitánya legyek, és november 1-től pedig megkaptam a kinevezésemet is. Milyen főbb terveket tűzött ki maga elé? Igen, hát nyilván az ember úgy jön ide, hogy van elképzelése. Előjáróban azt kell mondanom, hogy nyilván itt most volt 2 hónapon megtapasztalni, hogy a kollégák milyen munkát végeznek, és azt kell mondanom, hogy rendkívül pozitív benyomások értek, annál már több is, mint benyomás. Azt kell mondanom, hogy szívvel, lélekkel és becsülettel szolgálják egyrészt a veszprémi lakosokat, másrészt mindenkit, aki Veszprém megyében akár áthalad, vagy valamilyen fórumon, formában érintkezik Veszprém megyével. Úgyhogy ez az első benyomás. És hát nyilván, hogy mik a tervek. Az, hogy valaki, hogy a saját korábbi munkahelyemmel példálozzak mondjuk az életvédelmi osztályjal, az, hogy valaki mondjuk egy emberölési ügynek bármilyen formában érintettje legyen, valljuk be, arra azért elég kevés esély van, hál' Istennek. Az viszont, hogy valaki egy közlekedési eseménynek az érintettje legyen, ott már bizony sokkal nagyobb az esély arra, hogy egy ilyen eseménybe valaki belekeveredik, úgyhogy az egyik legfontosabb célkitűzés az a közlekedés biztonságnak a további javítása. Eddig is nagyon sokat dolgoztak a kollégák, de megpróbálunk még inkább új és innovatív módszereket, úgyhogy fogalmazzak, bevetni, és nem csak a szankcionálásra gondolunk, hanem arra is, hogy kommunikáljunk a lakossággal, és felhívjuk a figyelmüket minden olyan eseményre, ami a közlekedés biztonságot veszélyezteti. Itt egy fő cél van, mindenki hazaérjen. Úgyhogy egyrészt van ennek egy bűnmegelőzési kommunikációs pillére, ahol minden média felületen, akár az önökén is próbáljuk bemutatni, hogy mit kell tenni azért, hogy a közbiztonság vagy a közlekedés biztonság javuljon, másrészt pedig nyilván a törvény adta lehetőségünkkel igyekszünk minden téren és minden fórumon intézkedni.
Talán látták a főkapitányságnak a Facebook oldalát, és tudom említeni önöknek példaként, hogy bemutatjuk, hogy akár drónnal, akár milyen eszközökkel próbáljuk kiszűrni azokat az embereket, akik nem valóak Veszprém megye útjaira, legalábbis abban az időszakban, amikor mi intézkedünk velük, úgyhogy ez az egyik fő célkitűzés. A másik, és itt említettem ugye a bűnmegelőzést, nem kell nagy tudósnak lenni, hogy tudjuk azt, hogy a leghatékonyabb dolog megelőzni. Ha már megtörténik egy bűncselekmény, nyilván nagyon fontos, hogy utólag felderítsük, de mindenkinek az a legjobb, hogyha megelőzzük. Úgyhogy ezt is összevonva a kommunikációs stratégiával próbálunk minden területen megjelenni és felhívni a lakosságnak a figyelmet arra, hogy mik azok a szegmensek, ahol figyelniük kell és vigyázniuk kell. Ez már csak azért is pontos, mert azért itt a 21. századnak a digitalizált világában azt kell mondani, hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valaki mondjuk egy internetes csalásnak az áldozata legyen, mint hogy egy közterületi bűncselekménynek legyen a sértetje, mondjuk egy közterületi rablásnak. Online tér mindenki használ, legalábbis a legtöbben interneten mindenki megjelenik, viszont ennek megvannak a veszélyei, úgyhogy ezt is minden fórumon próbáljuk a lakosság irányába tolmácsolni, hogy mik azok amúgy alapvető biztonsági szabályok. Tehát itt nem kell nagy dolgokra gondolni, ami alapján mondjuk meg lehet előzni, hogy a megtakarított pénzük eltűnjön a számlájukról, hozzátéve, hogy ezeket a cselekményeket ráadásul nehezebb felderíteni, mert itt nem csak országhatán belül kell gondolkodni, elkövetők tekintetében, hanem akár országhatáron kívül. És akkor kérdezte, hogy mik azok a területek még továbbra is nagy hangsúlyt, vagy még nagyobb hangsúlyt fektetünk azokra az eseményekre, amik a falakon kívül, vagy falakon belül történnek, tehát itt családon belüli erőszakra gondolunk. Tehát nem gondoljuk, és a kollégáim sem gondolják, hogy az a méltó cselekmény, hogy valakik családon belül úgy adják meg a konfliktusokat, hogy akár a hozzátartozójukat rosszabb esetben a gyereküket bántalmazzák, vagy még súlyosabb cselekményeket követnek el. Úgyhogy ebben ugyancsak a törvény adta lehetőségünkkel, de a leghatározottabban lépünk fel, és a leghatározottabban reagálunk ezekre az eseményekre. Én arra kérnék mindenkit, hogy ha valami a tudomásukra jut, ne tartsanak attól, hogy felhívják a rendőrséget, hiszen kiváló körzeti megbízotti hálózat működik. Ott vannak a kollégák minden településen, ismerik őket, megvannak a telefonszámok, hogyha egy olyan dolog van az emberben, hogy na hát én most ezt nem tudom, hogy jelentsem, forduljanak nyugodtan a kollégákhoz, el fogják dönteni, hogy kell-e intézkedés, azért senkit soha nem fogunk szankcionálni, vagy a nem tetszésünket kifejezni, mert esetleg egy olyan bejelentést tett, ami a későbbiekben kiderül, hogy nem valós. Ez természetesen nem arra vonatkozik, aki valaki szándékosan valótlan bejelentést tesz a rendőrségre. Úgyhogy ez is az egyik célkitűzésünk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az együttműködés, hiszen a közbiztonság területén mindenkinek feladata van, elsősorban nyilvánvaló rendőrségnek, de ugyanolyan fontosak a különböző társadalmi szervezetek és a lakossággal történő együttműködés, így tudunk még erősebbek és még hatékonyabbak lenni. Prausz István kapitányság vezető urat arra kérjük, hogy értékelje nekünk az érci járás aktuális közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági helyzetét. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt a járási közbiztonsági egyeztető fórum keretében elmondhatom ezt a tévénézőinek elsősorban, aztán majd később a polgármester uraknak, a hölgyeknek is. Mindenképpen tudni kell most jelen pillanatban, hogy a járás területén a közbiztonsági és a közlekedésbiztonsági helyzetet is ide venném. Nagy változások nem következtek be az elmúlt évhez képest. Az biztos, hogy a felderítési eredményességünk valamelyest javult, tehát ez majd az évi elszámolásokban is közzététetik. Ugyanakkor egy új trend kezd kialakulni. Nem több a bűncselekmény, de átrendeződött maga a struktúrája a bűncselekményeknek. Most arra a vagyon elleni és a közterületen elkövetett bűncselekmények teljesen visszaszorultak. Ez sok mindennek tudható be, nem csak a rendőrség munkájának. Maga az önkormányzatok is nagyon-nagyon nagy segítséggel vannak a téren, hogy fönn lehessen tartani a rendet,
és a lakosság is teljesen átértékelte szerintünk az elmúlt 10 évben úgy általában a közösség együtt szabályt, és valamilyen szinten, de az ország általános részeihez képest, úgy általánosságban az IRC járás egészen jó statisztikai adatokkal bír. Ugyanakkor megjelent az újfajta bűnözés, amit a virtuális térben követnek el. Tehát mindenképpen most arra kell felkészülnünk, hogy egyébként sokkal nehezebben felderíthető, sokkal nehezebben visszaszerezhető eltulajdonított vagyont, amit az interneten és egyéb más úton szereznek meg az elkövetők, azt próbáljuk visszaszorítani elsősorban megelőzéssel. Rendkívül módon elszaporodott az a jellegű jogsértés, hogy olyan internetes portálokon rendelnek termékeket és utalnak előre emberek annak az ellenértékét, amit megrendeltek, amelyek nem biztos, hogy biztonságosak ilyen szempontból. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy elutalják előre elővétellel a pénzt, és nem fogják megkapni a terméket. Ez mindennapos történet egyébként, nem csak az IRC járás területén, de Veszprémben és a környezetünkben is, meg az egész megyében, egész országban. A másik, amikor adatokat szereznek meg, és nagyon-nagyon-nagyon felhívnám a figyelmét minden nézőnek, és adják ezt tovább, akik esetleg nem hallottak még erről, különösen az idősebb korosztálynak, semmilyen adatot nem kér a bank, hogy a bankszámlás hozzáférhetőségüket megadják, sem a bankszámlaszámot, sem a hozzátartozó e-maileket, vagy PIN-kódokat, sem az e-mail címen keresztül nem érdeklődnek ezek után. Jelentős összegek tűnnek el a bankszámlára annak kapcsán, hogy idegeneknek telefonon keresztül kiadják, vagy e-mailen keresztül kiadják ezeket az érzékeny, és egyébként meg pénzzel járó adatokat. Úgyhogy ennek a elterjedése az itt is jellemző. Elsősorban nem személyes jelenléttel történik az emberek megkárosítása, hanem az interneten, telefonon keresztül. Amúgy egyébként én bátran mondhatom, hogy most jelen pillanatban ott tartunk, hogy a közbiztonsági helyzet annak ellenére, hogy valamilyen szinten visszaesik ez a jó statisztika országosan, itt még tartja, stagnál, tehát nem szaporodott el a jogsértések száma. A közlekedésünk pedig olyan, amilyen, sajnos a 84-es utunk az egy picit terhelté vált, ez mindenképpen érinti a környezetében helyezkedő településeket. Olyan jellegű kezdeményezések történtek, hogy ugye állandó rendőri jelenléttel nem tudjuk megakadályozni folyamatosan a forgalom figyelését, de rendelkezésnél állnak már egyébként működő, országosan, de a megyébe is előforduló trafiboxok, amelyek a települések belterületén, az átvehető főutakon kerülnek elhelyezésre, és ebbe a sebességmérő készülék pedig behelyezésre. Innentől kezdve a figyelmeztető táblák és maga a készüléknek a működése mindenképpen egy óriási sebességcsökkenéssel jár, különösen a lakott területeken belül. Úgyhogy igyekszünk az önkormányzatokat, társadalmi szervezeteket rábírni arra, hogy az ilyen jellegű készülékekbe vagy ezekbe a boxokba fektessenek valamennyi összeget, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a gazdasági helyzet most milyen. És mi pedig a hozzátartozó készüléket rendszeresen, teljesen adhok jelleggel helyezzük el, így soha nem lehet tudni azt, hogy melyik készülék melyik időszakban bír. Ez Nyugat-Európában már rég elterjedt módszer, és teljesen megakadályozható a lakott területen belül gyorshajtás. Úgyhogy jelen pillanatban én örömhírekkel tudok szolgálni a közbiztonság téren, a közlekedésbiztonság terén is, de az ördög nem alszik, úgyhogy fel kell készülnünk egy olyan időszakra, ami nem biztos, hogy a további jogsértés csökkenéséhez vezet. Megyei gálát rendez a Veszprém megyei német önkormányzatok közössége. A megyei német önkormányzat és az IRCI német nemzetiségi önkormányzat november 5-én szombaton 15 órától. Az eseményt német nyelvű szent mise nyitja meg, melyen az általános iskola német nyelvi tagozatos diákjai is közreműködnek.
A gálán elismeréseket adnak át azon személyeknek, akik a német nemzetiségűek érdekében önzetlenül végzik tevékenységüket megyénk területén. Segítség, diszes a gyermekem mottóval tart előadást Várkonyiné Csőz Borbála pszichológus november 7-én hétfőn 15 órától a Városházán. A szakember beszél arról, hogy mi segítheti a tanulási zavaros gyermeket az iskolai és az otthoni tanulás során, és mi segítheti a szülőt a diszes gyermek nevelése során. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet a 30-162-16-42-es telefonszámon tehetnek meg a téma iránt érdeklődők. Veszprém megye motívum kincseit ábrázolja alkotásaiban Kropf Milán Bakony Béli fafaragó, aki a 3. Béla gimnázium diákjainak tartott előadást. Mindenek előtt beszéljünk arról, hogy mikor kezdtél el a fafaragással foglalkozni, minek a hatására, és kitől tanultál meg ilyen kifinomultan faragni, ki volt a mestered? Egy fafaragó táborba ismerkedtem meg a faragással. Szabó Pista bácsi, Szentgáli fafaragó jó voltából. Ő tőle, tudom, a faragós tudásom 90%-át. Ha már Szabó Pista bácsit említetted, ugye ő nagyon sok tanítványa volt, és egy nagyon elismert mester. Milyen emlékeket őrzöl Pista bácsiról, milyen értékeket tudott ő neked átadni? Ez egy mély kérdés. Akkor ezt hagyjuk. Nem, tudok válaszolni, csak belőném a mélységét. Jó. Hát nekem Pista bácsi egy nagyon összetett mester. Bár sok tanítványa van, és nagyon mélyen lehetett meríteni az ő tudásából, az nem jelenti azt, hogy ez a sok ember ez mind fafaragást művel ma, hanem igyekezett nagyon széles körben népszerűsíteni ezt a témát, és akkor ebből van néhány, aki ma is műveli, ilyen mondjuk Horváth Gyuszi bácsi Veszprémben, Maróti Klári néni, és hát mondjuk én. És igen, tehát sok tanítványa volt, de igazából az a tudás, amit Pista bácsi tudott, az így néhány emberben él még aktívan, és hát tőlük lehet ezeket még így nyomokban felderíteni. Most azt érteni kell hozzá, hogy Pista bácsi tudott valamennyit, amennyit ebből neki sikerült átadni, az már eleve egy töredék, és akkor még mi, amit át tudunk ebből adni, az meg annak egy töredéke. De sok minden értéket tudott belémenteni Pista bácsi, azt hiszem. Számodra miért fontos, hogy mindazt a tudást, amivel rendelkezel, továbbadd a következő generációknak, illetve hogy a fafaragáson keresztül is őrizzék az emberek a hagyományaikat? Egyrészt van a generációkon átívelő tudás, ami ezt úgy kell elképzelni, hogy faragni bárki meg tud tanulni, akár magától is. De az a tudás, amit egy ember öltőn át föl tud valaki halmozni, az behatárolt. És az, hogy ez nem reked meg egy szinten, hanem továbbadódik, és a következő ember már onnan indul, aztán a következő meg már onnan indul. Tehát így van egy tudás halmaz, ami sokkal bővebb annál, mint amit az ember a saját élete tapasztalataiból össze tudna így gyűjteni. És hát én úgy tekintek Pista bácsira is, mint ennek a tudásnak egy forrása. És hát magamra is igazából így tekintek. Tehát ez a tudás, ez nem lenne elérhető, hogyha nem lennének ilyen emberek, mint ezek a mesterek. És számomra nagyon szomorú lenne, hogyha ez egyszer megszakad, akkor megszakad. Tehát, hogy újra lehet kezdeni, de az már nem lesz ugyanaz. És nekem engem sok területen gyógyított ez a történet.
egyrészt jobban tudtam kapcsolódni ezáltal a tudás által az őseim tudásához, jobban tudtam kapcsolódni igazából a világhoz azáltal, hogy megismer az ember egy anyagot, és jobban tudtam kapcsolódni tőle emberekhez, mert nyitott egy ablakot, egy új nézőpontot, és hát van miről beszélgetnem. Tehát, hogy sok fronton jó és hasznos ez, és hát mondjuk intuitív, kreatív embereknek ez egy nagyon jó lehetőség. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy egy művészeti iskolába az egy jó lehetőség, hogyha valaki akár több anyagban is ki tudja magát próbálni, és ezáltal meg tudja mutatni a világnak a kreativitását. Itt a gimnáziumban most egy előadásról van szó. Ezen keresztül mi mindent tudsz átadni majd a diákoknak a fafaragásról? A mostani előadásom témája az főleg a motívumkincs. Tehát én a faragásról nagyon sokat tudnék beszélni, de most ezt igyekszem korlátozni a motívumok világára. Főleg azért, mert nagyon, nagyon kevesen tudják már ezeket. Tehát, hogy ha 10 embert megkérdeznénk az utcán, hogy na, ki tudná elolvasni ezt a motívumot és megmondani, hogy mit jelent, hát nem sok ilyen lenne, meg van ennek is az oka, hogy ez miért van. De maradjunk annyiba, hogy ez egy megszakadt tudás. És ezért aztán nagyon fontosnak ítélem meg azt, hogy a fiatalságnak legyen esélye belekóstolni ebbe és belelátni. Mert ha ezt mi nem adjuk át és mi nem tesszük meg, helyettünk senki nem fogja. Ugyanakkor a világból az impulzusok nagyon erősen érik őket. És hát valószínűleg lehet, hogy ugyanazt a dolgot más kultúra, más formáján ismeri meg. Ami ugyanúgyan értékes, csak szerintem az egy plusz érték, hogyha az ember ezen keresztül tud a saját gyökereivel kapcsolódni. Te leginkább a Veszprém megyei, a Szent Gál és környéke motívumkincsel dolgozol. Ebből a motívumkincsből van-e kedvenc jelképed, motívumod, ami a szívedhez igazán közel áll? Nincs. Ez olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy az ABC melyik betűje a kedvenced? Elsősorban táborokban, szakkörökön próbálod továbbadni a tudásodat, de aki most esetleg a tévénézők közül kedvet kapna a fafaragáshoz, az hol, hogyan, milyen módon tud téged elérni, megtalálni? Hát előfordulok rendezvényeken. Általában játszóházas foglalkozás keretében szoktak engem felkérni. Ez azt jelenti, hogy ha egy rendezvényen valahol ott vagyok, akkor nálam általában ki lehet próbálni a faragást, akit érdekel. És hát én erre buzdítanék mindenkit, mert ez egy könnyen elérhető dolog. Ezen kívül, tehát hogyha valaki kipróbálja, akkor már lesz egy képe róla, tehát akkor már nem egy idegen dolog, hanem akkor már fel lehet mérni, hogy mennyire van ehhez tehetségem, mi van bennem abból, ami mennyire érdekel a téma. És ehhez képest meg lehet választani, hogy mi az a forma, ahol mi az a mélység, amiben ez engem érdekel, és mi az a forma. Mert mondjuk egy felnőtt embernek úgy gondolom, hogy akár egy felnőtt szakkör, vagy egy nyitott műhelyes alkalom az, ami leginkább megfelel, mert ugye hát a munka az behatárolja az időjét. Tehát ha valaki megteheti, hogy mondjuk rendszeresen foglalkozzam vele, egy szakkörnek az az előnye, hogy ad egy rendszerességet és egy struktúrát. És hát azért valljuk be, ez egy könnyen háttérbe szoruló műfaj, úgyhogy megadja azt a rendszert, amiben, tehát kicsit kényszeríti az embert arra, hogy munkálkodjon ebbe az irányba. Tehát ez az előnye a szakkörnek, a társaságon kívül, de a társaság is nagyon fontos. A nyitott műhelyben az az előnye, hogy ott nagyon fókuszált figyelem tud lenni egy adott témára. Tehát, hogyha valakinek van egy témája, ameddig szeretne eljutni, meg mondjuk egy konkrét tárgy, amit szeretne tudni elkészíteni, akkor neki fókuszáltan ahhoz a munkadarabhoz szükséges tudást lehet átadni. És ez egy hatékony és mondjuk azt, hogy bárki számára elérhető dolog, mert egyéni megbeszélés alapján működik. A tábor pedig
tábornak szerintem az egyik legnagyobb, két nagyon jó pontja van. Az egyik az az a közösségi élet, mert nagyon sajnos azt kell mondjam, hogy működő közösségekből hiány vagyunk. És az a helyzet, hogy ezek az érdeklődések, ezek össze tudnak kovácsolni, össze tudnak hozni jó embereket, és új kapcsolatok tudnak kiépülni, és hosszú távon működő közösségek tudnak formálódni. Az a faragó tábor, amit még Pista bácsi indított, mi még mindig csináljuk, és idén volt a 30. tábor, tehát ez 30 éve megy. És bár a közösség az folyamatosan változik, cserélődik, fölnő, apa lesz, a gyerekét hozza, de azt kell mondjam, hogy a hangulat az még mindig töretlen, és ez egyfajta reménységet ad így az embereknek a világban is, azt hiszem. Legalábbis én ezt tapasztalom. És ez az egy koncentrált örömbomba. Nekünk a tábor az ünnep az évben. Van ennek egyébként egy korhatára, hogy mikortól érdemes elkezdeni a fafaragással foglalkozni, illetve mennyi idő az, amíg valaki biztonsággal az alapokat el tudja sajátítani, hogy aztán egyre bonyolultabb és bonyolultabb technikákat alkalmazzon? Hát én ezt úgy szoktam mondani, hogy onnantól kezdve, hogy valaki meg tudja fogni a faragókést, addig, amíg ki nem esik a faragókés a kezéből, nagyjából ez a korhatára. És hát mondjuk gyerekek esetében van egy érettség, ami kell hozzá. Én azért nem életkort szoktam mondani, mert az érettség és az életkor az nem ugyanaz. És ez egyébként a népi jelképekben is ugyanígy van, hogy nem az évszámot írjuk oda, hanem az érettségét jelöljük az embernek, hogy mire alkalmas. És hát gyerekek esetében általában harmadikostól ötödikesig általában elérik azt az érettségi szintet valahol, amikor már tudnak ilyesmivel foglalkozni. De azok a gyerekek, akiknek a családjában több manuális, kézműves dologgal megismerkedtek, ők általában előbb érik el ezt az érettséget, és azok a gyerekek, akik meg egész addig semmi ilyesmivel nem találkoztak, azok lehet a nyolcadikos korukban sem feltétlen lesznek érettek erre. És hát emellett van még egy, tehát nem minden faragás tud minden embert csinálni, mert vannak anatómiai dolgok is. És nekem az egy sajnálatos megfigyelésem a mostani korosztályról, hogy egyre inkább nem alakul ki az a fajta, hát az a fajta izomzat, amivel meg tud valamit markolni, valami kétkezit tud alkotni. Tehát egyre több az az ember, akinek már a hardware sem sincs meg hozzá. De az nem azt jelenti, hogy minden faragásra alkalmatlan, de lehet, hogy van olyan technika, amit ebből kifolyólag nem fog tudni elsajátítani. Így. Van itt mellettünk két gyönyörű szék. Beszéljünk egy kicsit ezekről. Nagyon szép a szimbolikája ezeknek a székeknek. Régen milyen célt szolgált a fafaragás, hogyha megpróbáljuk a két székkel ezt a kérdést összefüggésbe hozni? A kézművességnek van egy erősen funkcionális oldala, tehát hogy az ember elő tudja állítani azokat a tárgyakat, amikre a mindennapi életben szüksége van. És hát ezt úgy nagyjából mindenki ismeri, hogy milyen egy funkcionális tárgy. És az is kézművesség, és azt is tudni kell. Na most, aki elő tudja állítani, tehát akinek megvan az a tudása, hogy egy funkcionális tárgyat előállítson, az akár rendelkezhet azzal a tudással és igényességgel is, hogy ezt a tárgyat minél inkább arányosra, esztétikusra és többletjelentéssel felruházva készítse. De azt érteni kell hozzá, hogy nem minden tárgyba kell ezt belerakni. Lehetetlenség. Azok a tárgyak, amik mondjuk többlet energiabefektetéssel készültek, azok valamilyen kitüntetett
céllal vagy alkalomból készültek. És hát nevezzük most az egyszerűség kedvéért ünnepi tárgyaknak őket. Tehát más volt a használati munkaeszköz, meg más volt akár ugyanennek az eszköznek az ünnepi változata. És én ezt úgy szeretem megközelíteni, hogy a tárgyak világában a többlet energiával készülő tárgyak, azok szeretetet hordoznak. Tehát az tud egyfajta megbecsülést, tud egyfajta átörökített mi a jó neve ennek? Hát mondjuk azt, hogy értékrendszert közvetíteni, óvásokat, jó kívánságokat. Tehát az a tárgy, amit mondjuk te, mint anyag készítenél a gyerekednek, az egészen más energiával készül, mint az a tárgy, amit az ember csak úgy csinál, mert kell. És hát valahol innen indul az, hogy valami díszített, vagy azon belül mennyi energiával díszített, és hogy aztán van ennek egy másik oldala is. Ezt meg Pista bácsi úgy mondaná, hogy a kivagyiság. Mert hogy hát amit az előbb mondtam, az ennek a jó oldala, de van ennek egy olyan oldala is, amikor sajnos egyfajta irigységközpontú dolog működik, és hát hogyha a szomszédnak ilyen van, akkor nekem is legalább olyan kell, vagy ha lehet, akkor még jobb. És ez a jelenség is megfigyelhető, és nem mondom, hogy ettől mentes a történet, hanem ez így igazából ez egy fejlesztő erő, azt hiszem, de az is igaz, hogy ha csak ez működik, az általában egy túlburjánzást eredményez, ami számomra már nem az egészséges szint. Én maradnék a szeretetteljes tárgyak világánál. Beszéljünk akkor erről a két szép székről, légy szíves, néhány gondolatot, hogy mit ábrázolnak ezek a székek, milyen kidolgozottsággal, hogyan készültek? Hát amit látszik, az egyrészt mindkettő Szabó Pista bácsinak a hagyatékából való tárgy, bár az egyiket én készítettem másolatban, a másik az még... Kezdjük a tulipános székkel, jó? Mutogassak, vagy nem mutogass, nem tudom, mert most... Mutogassak, hát a tulipános széket azt azért hoztam, mert egyrészt egy szép kompozíció, másrészt az az egyik legjobban épségben megmaradt tárgy, amit annak idején még Pista bácsi menekített ki, így az enyészet elől. Tehát ennek az eredetie az egy eredeti szentgáli szék, amit hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a tárgyak már annyira szuvasak voltak, hogy a trágyadombon henterektek, amikor Pista bácsi elment őket gyűjteni, és annyira romos állapotban voltak, hogy már nem is tudta mondjuk elhozni a töredéket, hanem úgy kellett gipszel kiöntenie. És gipsz mintát készített róla. Volt olyan szék, amiről csak egy darabkát tudott megmenteni, volt olyan szék, ami egész szépen megmaradt. De azt érdemes erről tudni, hogy ez egy eredeti szentgáli míves faragott széknek a másolata, ami Pista bácsi szerint az 1500-as évek körüli lehetett az eredetie. Ami igazából ellentmond a népszerű véleményekkel, de én ezt hallottam tőle, úgyhogy ezt mondom. Így. Szóval így nézett ki egy szentgáli míves faragott szék. Azt érteni kell hozzá, hogy ez nem az a szék, ami egy paraszti háztartásban van, hanem
Szentgál az egy nemesi kiváltságos település volt, ott majdnem mindenki minimum kisnemes volt, és hát ez egyfajta státuszszimbólum is. És ugye ott voltak Mátyás királynak a vadászbirtokai, és hát ugye Mátyás király pedig hát fogadott föl külföldről is mesterembereket, és hát tudjuk, hogy milyen csodák készültek abban az időben. Na most, de mivel hát ez egy olyan vidék volt, ahol Mátyás király szeretett megszállni és vadászni, ezért igazából egy olyan pont lehetett Szentgál, ahol egyfajta magas mesterségbeli tudás, egyfajta mély népművészetbeli ismeret, akár egy mesteremberben találkozhatott, és ez egy egészen újfajta tárgykultúrát eredményezett, ami mondjuk azt, hogy a megszokott pásztor-faragás minőségnél sokkal mívesebb, apró lépkosabb. Tehát egy akár mondjuk egy paraszt barokk szék, az nem lenne áttört. Ez egy áttört faragás. Ha ránézek laikusként erre a székre, akkor azt látom, hogy mind a kettőn vannak virágmotívumok, ezen egy madár is látható, és mindkét széknek a, úgymond a fókuszában egy-egy szív helyezkedik el. Mit üzen számunkra ez a két szék? Tehát mivel vannak ezek kapcsolatban? Gondolom az életnek valamely fontos szegmensével, fordulópontjával. Nekem ezek ugranak be így kapásból. Jó helyen tapogatózom? Hát ez a szék, ez egy életfás szék, és egy hangulatbútor, ezt szoktam elhozni, amikor a motívumok jelentéséről szoktam előadást tartani, mert ez szervesen kapcsolódik, és egy jó mintatárgy. A másik szék, az annak a jelentését igazából nem tudjuk, de Pista bácsi azt mondta, hogy ami szimmetrikus, az általában nem jelentéssel bíró, vagy én inkább úgy tudnám ezt ki egészíteni, hogy másfajta jelentéssel bír. Tehát én szerintem nagy univerzum szintű törvényszerűségek szinte csak szimmetrikus formában jeleníthetők meg, de mondjuk egy családnak a felépítése, szerkezete, az pedig nem lehet igazán szimmetrikus, mert nincs két ugyanolyan ember, nincs két ugyanolyan gyerek, nem születik ugyanakkor két ember, tehát még ha ikrek is, akkor is az egyik előbb született. Tehát azért mondta Pista bácsi, hogy hát ami aszimmetrikus, az valószínűleg jelentéssel bír. Azt azért érteni kell hozzá, hogy nem minden fafaragó, tehát nem minden faragás, tehát attól függetlenül, hogy egyfajta népi motívumkincset használ, ha nincs benne az a tudatosság, amivel ezek felépültek, mondjuk aki alkalmazza és használja, annak, ha nem volt mestere, hanem úgy tanult meg faragni magától, és elleste a motívumokat, akkor ezt a réteget már nem feltétlenül tudja mögé rakni. Ami nem baj, mert a ráérzés az sokat segít, tehát előbb-utóbb ezek az emberek is elérnek arra a szintre, amikor már komoly jelentéstartalommal tudnak alkotni, de az is jellemző, hogy mondjuk enélkül csak esztétikai szempontok alapján készül valami, és azt hiszem, hogy ez ma jellemzőbb. Tehát sokkal ritkább az, amikor a mögöttes tartalom van. Csak azért kérdeztem egyébként erre rá, mert hogy egy korábban veled készült beszélgetésben mutattál egy széket, ami Szabó Pista bácsihoz kapcsolódott, ugyanis a feleségének, akkor a felesége meghalt, vagy utána ebben a gyász időszakban készít. Ez az a szék? Elmeséljem a történetét? Igen. Csak ezt sokszor meséltem, azért nem gondoltam. Nem mindig, elmesélhetem még egyszer. Hát először is erről a székről azt kell tudni, hogy
ez egy hangulatbútor. Tehát az elsődleges funkciója az az, hogy a vendég számára jelezze a család aktuális hangulatát. Tehát van a tetején egy madár, és ennek a széknek van egy szimmetrikus párja. És hogyha ezek úgy voltak elhelyezve ezek a székek, hogy amikor a vendég benézett a tiszta szobába, akkor rá látott. És hogyha a madarak azok egymás felé fordultak, az azt jelentette, hogy hát békesség honol a családba, és akkor jókor jött, lesz kóbász szalonna. Hogyha pedig hát a madarak háttal álltak, akkor csak beköszöntés tovább állt. Pista bácsi még azt is elmesélte, hogy hát az öreg apja az egyszer így beküldte, hogy nézze meg a székeket, de akkor még nem tudta, hogy mi ennek a mögöttes tartalma. Bement, megnézte, kijött, megnézted a székeket? Meg. És akkor még ott lábatlankodott valamit, aztán kapott egy pofont, és így tudta meg, hogy mi a jelentése. Hát így. Ez a hangulatbútor réteg, de ez a szék, ami itt van, ez emellett más jelentést is tartalmaz, mivel ez egy családfás szék. Ez a szék ez akkor készült, amikor a Pista bácsi elvesztette a feleségét. És tehát, hogy sok növényi minta van, de ami közös a növényi mintákban, az egyfajta fejlődés. Tehát növény benne van a nevében is, hogy nő, ez a fő tulajdonsága. És hát van életfa, családfa, sorsfa. Ez ezek közül a családfa. Az életfa az megint mást jelent. A családfa az a család szerkezetét hivatott jelezni. A sorsfa pedig egy ember életére vonatkozó. Tehát ott egy ember életének a hangsúlyos, nevezetes pontjait jeleníti meg. Tehát ebből az is fakad, hogy mondjuk egy sorsfán egy valaki többször jelenik meg különféle fejlettségi állapotokba, egy családfán egy valaki csak egyszer szerepel. És hogyha végignézzük a kompozíciót, akkor látjuk, hogy itt van egy hangsúlyos, nagyobb virág. Azt is látjuk, hogy ez egy hegyes szirmú virág. Nálunk a szentgáli faragásban a férfi és a női minőség az egyértelműen elkülönül abban, hogy a hegyes szirmú virágok azok a férfi minőséget hordozzák, és a gömbölyű szirmú virágok pedig a női minőséget. És ez nem feltétlen jelenti azt, hogy ez most férfi vagy nő, hanem inkább mondom azt, tehát azért mondom, hogy minőség, mert ha mondjuk cikizni akartak valakit, és olyan volt, hogy esküvőre faragtak nászajándékot, ahol tudni lehetett, hogy a menyecske fogja a nadrágot hordani, akkor ott a férnek ide faragtak volna két gömbölyű szirmot. De a többi az hegyes maradt volna. És akkor ez egy jó vicc volt. Hát nem biztos, hogy a vőlegény is annyira örült neki, de érdemes érteni, hogy ez egy minőség, amit képvisel. És egy nőiesebb férfit máshogy jelenítünk meg, egy férfiasabb nőt is máshogy jelenítünk meg. Szóval itt ez a nagy hegyes szirmú virág az igazából a családfő, tehát ebben a kompozícióban az Pista bácsit jeleníti meg, és egy dupla sziromsoros virág az azt jelképezi, hogy ez a közösség szemében egy elismert, becsületes, tisztességes embert jelenít meg. Tehát minél több energiát raksz bele egy adott felületbe, annál inkább megtisztelő az adott szimbólum. És hát régen ugye ott voltak még a társadalmi rangok is, tehát nem a kisnemes, a nemes, a bíró, meg a király, azok nem nézhettek ki ugyanúgy. És akkor hát nyilván minél magasabb rangja volt valakinek, annál több sziromsort kapott. Ebben a kompozícióban a nő az igazából itt szerepel, Gránát Alma képében, ami egyfajta szívosságot, kitartást jelképez, vagy hát ezzel a jelentéssel faragta Pista bácsi. Látjuk, hogy egy összefonódásból indul, tehát itt van a földszint, van egy hármas gyökér,
van egy összefonódás. Az összefonódás az az a házassági kapcsolat, és hogyha megnézzük, hogy merre, honnan jönnek a motívumok, akkor láthatjuk, hogy itt van egy erős lefele hajló ág, és ez a termés az igazából leér a földig. Na most, ami leér a földig, az halált jelöl. Ami a fény felé dolgozik, az élő. És hát ez azért van itt így, mert ugye abban a időszakban faragódott, amikor Pista bácsi ezzel a veszteséggel foglalkozott erősen. És van még rajt két fiúgyermek, ez is egy fiúvirág, mert itt csúcsos. Tehát le lehetne róluk olvasni az akkori fejlettségüket is, de ez azóta már máshogy néz ki igazából. Sajnos ezt a virágot is itt most már át kéne faragni, mert egy sajnálatos tragédiában elhunyt. És hát jelenleg ebből a családból ő az utolsó, aki maradt. Itt látni még egy virágot, ami a földszín alatt van. Ő egy halva született gyermek. Tehát a családfán megjelenik, mert a család része, de ugye nem kapta meg a lehetőséget az életre, ezért nem a földszín fölött, hanem a földszín alatt jelenik meg. Na most, ugye, hát kérdezted a kapaszkodójuk formáját, mert van ugye még a galamb és a kapaszkodójuk. Most, mivel szív formájú a kapaszkodójuk, ez igazából kihangsúlyozza a szeretetet. Ebben a kompozícióban ez pont átfordul negatívba, mert ez pont egy nagyobb fájdalmat jelöl. És a galamb az pedig a hűség. Hűség és reménység az, ami itt megjelenik. Hűség olyan, tehát több minden lehet egy madár. Mondjuk, hogyha a galamb úgy hűség, hogy ez páros. És ebben a formájában ugye sírokon is szerepel. Reménység az úgy lehet, hogy ha Noé bárkája történetre gondol az ember, akkor ott a galamb az olajággal az egy reménységet fejez ki. Na most ebben a kompozícióban ez a galamb az amellett, hogy a hűséget a szeretettel együtt kihangsúlyozza, reménységet is fejez ki. Ugyanis ha megnézzük ennek a virágnak, hogy honnan jön a szára, akkor egészen innen fentről a madár csőréből indul, és így jön vissza. Na most nem ér le a földig, úgyhogy tudjuk, hogy nem halt meg, de látjuk, hogy hát egy erősen depressziós életszakaszban. Tehát egy erősen depressziós életszakaszban készült ez a mű, és abban reménykedik, hogy ebből az erős negatív lelki állapotból aztán ki tud lábalni, azért kanyarodik fel így a vége. Hát ez egy nagyon szomorú kompozíció, de nagyon sokat mesél. És hát amikor az ember így végignézi, látja, hogy egy teljes sors benne van. És nem tudja már egymás mellé rakni mondjuk egy olyannal, amiben ezek nincsenek. Tehát amikor meg szoktam kérdezni, hogy kinek melyik tetszik jobban, először mindig azt mondják, mert az szimmetrikus, miután elmesélem ennek a történetét, akkor már nem tudják eldönteni. Igen. Számomra nagyon érdekes volt mindaz, amit elmeséltél ebben a beszélgetésben, és köszönöm, hogy bepillantást nyerhettem a fafaragás, illetve a motívum kincsek világába. Mielőtt utadra engedlek, Bakonybélben élsz, de még egyszer mondjuk el, hogy hol tartasz pontosan tábort, szakkört, elsősorban szakkört most gondolom ebben az időszakban. Szakköröm az jelenleg nem Esvámoson van, az ottani Waldorf iskolában, de az nem azt jelenti, hogy csak waldorfosok járhatnak oda, hanem azon a helyszínen tartom a szakkört. A nyári tábort azt a Fodortanyán szoktuk tartani, ez Bakonybél és Herend között a Hajag nyugati oldalán található ez a tanya, és egy nagyon szép, mondanám, hogy gyógyító környezetben, viszonylag messze a civilizációtól, ez egy nagyon jó hely.
A nyitott műhelyeket pedig hát otthon szoktam, ahol tartózkodom. Ez vagy Somhegy puszta, vagy Pénzesgyőr. Itt. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor a tévénézőknek pedig jó szívvel ajánljuk Milánt, és keressék, és kóstoljanak bele a fafaragás szépségeibe. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Házról házra hív a Reguli Múzeum november 12-én szombaton, amikor is a Dubnicai ház kerül az érdeklődés középpontjába. Az eseményt a Magyar Népmese Színház előadása nyitja meg 15 órától, majd ötféle kézműves foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődők. Gáspár Marian vezetésével bőrös foglalkozáson, a Veszprémi Művészetek Házával téglakészítő műhelyen, Szőnyegi Zsófiával fatáblát készíthetünk, még Marton Károllyal nemezelhetünk, és Bédobos Terézzel pedig szőni is lehet. 17 órától mutatja be a Zirci Dubnicai házról szóló könyvét dr. Vida Beáta történész, a bemutatón és a könyvben is közreműködik Koppány András és dr. Karlinszki Balázs. Az esemény után a Bakonyi Filmbarátok Köre Egyesület vendégül látja az egybegyűlteket. Kedves nézőink, magazinműsorunkban megtekinthetik a Zirc Annó Naptár ünnepélyes bemutatásán készített felvételünket. Szíves meghívás, itt szólt az imitálás a mai estére. Köszönöm, hogy eljöttetek. Azért is jelentős a mai bemutató, mert ez a 20. Zirc Annó Naptár. Minden naptárom más volt. Foglalkoztam az apátsággal, a régi lebontott ékszerdoboz városközponttal, helytörténettel, népművészettel, az arborétummal, a Vilde családdal, takarékszövetkezettel, az Itt és Vidéke újság szellemiségének megidézésével, a múltban működő civil közösségekkel, és még sorolhatnám a témaköröket. Minden naptárt ünnepi műsorosztályításra mutattam be, helytörténeti értékeket felmutatva, régi emlékérkeket felidézve, és mintegy jelképesen átadva mindezt a városnak. Megtisztelő, hogy mindig sokan részt vettek ezeken az esteken, és elmondhatom, hogy a világ minden tájára eljutott a Zirc Annó, csak a néhány csója Kanada, Belgium, London, Erdély, Olaszország, Finnország, most itt ma ezek jutottak eszembe. Mindig próbáltam színesíteni, valami újszerűt felmutatni a naptár bemutató esteken. A mai is egészen különleges lesz, legalábbis remélem, hogy így gondolják önök is, vagy gondoljátok. Nincsenek mellettem a régi közreműködők. Ők a 20 év alatt Lénárd és Gergely atya, Angéla, Zsuzsi, Gildi, Andrea, a csetényi néptáncosok, Kati, Ricsi és táncosai, Mavizer Bőzse és zenésztársai. Ma nem lesz felolvasás, egy egészen más élményt szeretnék nyújtani. Múlt, ősök, gyökerek, épített örökség. Házak, melyek már csak emlékeinkben élnek, emberek, akik már elmentek, de jelet hagytak maguk után. És a csodálatos természet, Zirc és a Pespélyi Bakony, mint ahogy második éve ez a naptár mottója is. Mindez archívlapokon, fotókon keresztül a gyűjteményemből válogatva. Bemutatásához ma társat találtam ma estére Kövi Szabolcsot, hogy az élmény, az emlékezés még maradandóbb legyen. Érték, szépség, szellemi örökség. Évszázados kövek, fák. Szépség, a természet csodái. Megsárgult fotó. Rombolás, építés, értékteremtés, kontrasztok. Megfakult, elvillanó emlékképek, töredékek. Múlt, napjaink. Ősök, gyökerek, hagyományok, emlékezés, alázat és tisztelet. Szülőföld,
zét is ér. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmetekbe a képeket, fogadjátok szeretettel, és emlékezzünk együtt.
figyelmetekbe ajánlja a naptárt. Erre szeretném most megkérni Boros Lászlót, aki zéci születésű, és visszaszármazott, visszajött Zircre. Tulajdonképpen szívem mindig itt volt. Amikor Anikó felkért a megtisztelő feladatra, hogy ajánljam önöknek a következő Zirc Anno 2023 naptárat, a régi idők történetei elevenedtek meg előttem. A képeket nézve kitárult a látókör. A régi képeslapokon a környező vidék települései is láthatóvá váltak. Hajdanán nem volt egyszerű megközelíteni ezeket a településeket, mert nem volt autó, vagy csak elvétve, maradt a gyaloglás, jobb esetben lovas kocsin zöldkörülés. Mára már minden megváltozott, a települések is. A régi képek a nagy üres terekkel végtelen nyugalmat árasztanak. Ma már a vadregényes Bakony bármelyik részét egy kis túrázással könnyen el lehet érni. Nekem mégis régi gyerekkorom emlékei jutnak eszembe. A nagy telek, a korcsolyázás a hosszú rét, cuvapatak által elöltött területein, a sörös tó vastagon befagyott jegén, vagy az iskola udvarán. A friss vízű forrásokkal tarkított cigánydob a háromhegy számunkra vadregényes tájai romantikus emlékeket idéznek. A nyári kirándulások a Cuha völgyében és a Bakonynánai római fürdő vadregényes szurdokába felejthetetlenek. Békefi Antal tanár úr környéken gyűjtött népdalai és betyármeséi az énekórákat is felejthetetlenné tették. Végül, de nem utolsó sorban, az arborétum, amit annak idején angol parknak hívtunk, őrzi a régi idők hangulatát, ahol az ősi fák alatt beszélgetések, emlékek, séták és nem utolsó sorban szerelmek szövődtek és elmúltak az idők folyamán. És ezért egy idézet, egy tőlem, egy Hajdan írt vers, anno 1964. Sok-sok év múltán, mikor újra láttalak, szívem nyugtalan volt, milyennek látom majd hajdani múltamat. Május 1-je volt, szikrázó napsütés. Csak egymás kezét fogtuk, nem tudva, milyen is az ölelés. A Zirci parkban árnyas fák alatt két ifjú gyermek, alig 15 évesen a felnőtt kor felé haladt. Sok-sok év múltán, mikor újra láttalak, szívem szomorú volt. Valami örökre ott maradt, az ódon árnyas fák alatt. Őrizzük a múltat, minden erőnkkel, mert ez a jövő forrása. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb, egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken.